csinálok illusztrációt, tehát elég, hogyha csak a kötet borítóját mutatom, de ha szükség lesz, akkor lehet, hogy megkérlek. Ugye én megpróbálok a kortárs magyar irodalmi kötetek közül kiemelni néhányat, de hát ez ugyanúgy lehetetlen, mint a gyerekirodalomból, úgyhogy én megpróbálok 13, maximum 15 könyvről beszélni, és ugye ez nem lesz áttekintés, hanem inkább csak egy ajánlat. A friss könyvek jegyzékén több mint 850 könyv van. Ebből választottam igen szubjektív módon 15-öt, bármi másik is választott, másik 15-öt is választottam volna, vagy 30-ot. Szóval, a könyvhét mégiscsak a kortárs magyar irodalom ünnepe elsősorban, meg hát az egész irodalomé, és a könyvé, az olvasás, és a könyv kereskedelmi. Én kortárs magyar irodalommal foglalkozom, mint kritikus és szerkesztő, tehát azt fogom ajánlani, amit én magam is szeretek, és amit már részben olvastam, vagy már teljes egészében, vagy mindenképpen el fogok olvasni a gyáron. A könyvhéten mindig az első két könyv, ami szóba kerül, a két tradicionális ünnepi antológia, amit ugye a magvető ad ki, a szép versek és a körkép. Ezek még nincsenek itt, nem tudom megmutatni. Minden évben egyedi borítóval jönnek most már, és a két borító egymásra felesel. A garancia arra, hogy ezek színvonalas és nagyon komoly áttekintést adnak az elmúlt év költészetéből és prózájából, a két szerkesztő, Turi Tímea és Szegő János, a magvető szerkesztői. Tehát ezeket az antológiákat azt hiszem, hogy mindenkinek lehet ajánlani, aki kortárs magyar irodalom iránt érdeklődik. Egyébként 78 költő van benne a szép versek kötetben, és 37 mai magyar írónak a kis prózája a körkép kötetben. A szép verseket Kovács András Ferenc emlékének ajánlja a kiadó, és a körképet pedig Reményi József Tamás emlékének ajánlja. A szép versekben ahhoz voltunk szokva, hogy mindig Acél Gézától Zalán Tiborig van a névsor, ugye? Ez most már nem így van, most már Závada Péter megzavarta a névsor, de most egészen pontosan Antal Balástól, András Sándortól Zsille Gáborig tart a névsor, és a körképen pedig Antal Balástól Zsemberi Borbáláig. Nagyon sok fiatal van, nagyon sok női szerző, és nagyon sok fiatal szerző van mind a két antológiában, ez nagyon jó. Mind a két antológiában vannak fotók a költőkről és az írókról, ez fontos, föl lehet őket ismerni, személyesen mi teszi a dolgot, és ugyanakkor van egy rövid életrajz mind a két antológiában, tehát kis életrajz a szerzőkről. Szeretnék néhány regényt kiemelni először. Egyrészt azért, mert nagyon gazdag a regény kínálat, és nem csak a könyvhétre megjelent, hanem az elmúlt egy-két hónapban megjelent regényekből is, ami ugyanúgy könyveti könyv, mint ami holnap után fog megjelenni. Holnap fog megjelenni Darvasi Lászlónak a regény trilógiája. Még nem tudom itt megmutatni, szerintem már készen van, mert holnap lesz a bemutatója, de én még nem kaptam. Ez egy háromkötetes nagy regény, 1700 oldalnál is több. Több mint 200 oldallal hosszabb, mint Nádas Péter regény trilógiája, párhuzamos történetek. Ez egy fantasztikus nagy munka, és azt gondolom, hogy a könyvhétnek mindenképpen az egyik nagy szenzációja, nagyon szerettem volna megmutatni, hogy biztos nem bírtam volna egy kézzel tartani három kötetet. Ez egy 20. századi nagy történet, 1908-tól 57-ig jutunk el. Több generáció, színhelye a magyar vidék, főváros és a nagyvilág. Sihetetlen mesélőkedvel van megírva, ahogy ezt a Darvasitól el is várjuk. Három generáció története. Gazdag, magában ragadó látomás a 20. századról, mondja a kiadója, én csak részleteket olvastam még belőle, de ebben egészen biztos vagyok. Ennek a regénynek biztos, hogy a kulcs szava a mese. Tehát a Darvasinak olyan mesélőkedve van, és annyira gazdagon tudja szőni a mesét, hogy itt aztán tényleg volt tere arra, hogy ezt megtegye. Mindenkinek ajánlom a könyvet. Még néhány regényt szeretnék kiemelni. Az egyik Kukorelli regénynek az új regénye, Kukorelli Endrének az új regénye, ez ugye a házháború halott, és ez a regény igazából összefügg két korábbi könyvével, a Tündérvölgyel és a CCCP című korábbi könyvével, egyfajta trilógiát alkot. A családi emlékezet
jelenik meg ebben a regényben. Több generáció, a fő szereplője egy bizonyos K, zárójelben K, szüleiről, nagyszüleiről, rokonairól, ismerőseiről beszél. Ilyen töredékesen, fragmentumszerűen áll össze az egész történet. Nagyon feszes, viszonylag rövid regény, szerintem a Kukorelli egyik legjobb könyve. Tehát, hogy tényleg ajánlom mindenki figyelmében, nem lehet letenni, az ember elkezdi. Hasonlóképpen jártam Láncsolt regényével. A Láncsolt új regénye az Emberek meséje. Szintén egy fantasztikusan jól mesélő író. Az előző könyve, a Bolyai, ugye egy apa-fiú kapcsolatról szólt. Itt is van egy hasonló apa-fiú kapcsolat. Az apa Párizsba emigrál, és aztán ott komoly professzor lesz. A fia pedig, akivel nagyon ambivalens viszonyban van, méz ügynök, mézzel kereskedő ember lesz, beutazza a fél világot, és ez a kapcsolat van a háttérben a fiú szemszögéből megírva. Közben van itt egy bűneset, egy rejtélyes gyilkossággal kezdődik a regény, ami a végére sem oldódik meg. Közben nagyon sok szó van a méhekről, a méhek társadalmáról, a mézkészítésről, a méznek a különböző fajtáiról. Egészen hihetetlen, és soha ennyit nem olvastam a mézről. Azt gondoltam, hogy engem az baromira nem érdekel. Nagyon érdekes.